mennyire nehéz ezt a két műfajt összehangolni? Hogy látja a próbákat? Az az érdekes, hogy a szimfonikusok sokkal érzékenyebbek bizonyos zenei motivumokra, zenei mozanatokra, amit a rock, és ez a kemény rock egy kicsit elfed. Tehát ezt a feszültséget kell feloldani, ami a zenészbe kialakul, hogy ő nem oldhatja meg a szép zenéjét, ugyanakkor hozzájön egy olyan effekt, ami viszont a közönséget kiszolgálja. Tehát ezt kell egy kerek egészé összegyúrni, de azt hiszem, hogy a zenészek nagyszerűek és készségesek, mind a reményi zenekar, mind pedig a vendég Epica hangszeresei. És hogy tetszik önnek az Epica? Nagyon, nagyon jó srácok, nagyon kidolgozott művekkel jöttek, tehát le a kalappal előttük. That we met Szabolcs last year, November, when we played at the Prokofiev Hall in Budapest, and he showed us some material about the show they did with Therion, and we were all really enthusiastic because our music consists out of metal and classical music, and it has always been a dream of us to play with real orchestra. Then the music comes really alive, and yeah, we decided to get things going, and from that point on we had to decide which classical songs are we going to play, how are we going to do the Epica songs. Yeah, we have to arrange a lot of stuff. Oliver was rewriting the arrangements for the orchestra, and I was taking vocal lessons to work on my classical songs. And yeah, so basically from last year, November, we started working. Novemberben találkoztunk Szabolcssal az Epica koncerten Budapesten. Mesélte nekünk a Therion koncertről, ami itt volt tavaly júniusban, és azóta nagyon szerettük ezt az ötletet, hogy egy orkesztrával lépjünk fel. Azóta készülünk. Simone csinált hangórákat, vagy hangórákat, és november óta készülődnek erre a koncertre. Nagyon örvendenek, hogy végre van egy ilyen lehetőségük, hogy egy orkesztrával és a kórussal lépjenek fel. Most napokig itt lesznek, van-e idejük szétnézni Miskolcon, fognak ők irányba? You will be here for a couple of days in Miskolc, will you have time to look around? Yes, of course, you're gonna help me. No, before I've only been to Budapest, this is now the third or the fourth time, I don't remember correctly. Yesterday we were walking around in Budapest, it's really lovely, and my boyfriend has Hungarian roots, so I have a special connection to it. And of course we have now 5 days of rehearsing, and every day about 3-4 hours rehearsing, so the rest is all for sightseeing and eating Hungarian food. Lesz elég időnk, a barátom magyar származású, tegnap a napot töltöttük Budapesten, sokat láttunk és sokat ettünk, szóval most a következő napokban is még lesz elég időnk a próbák mellett nézelődni, és sok magyar finom ételt még enni. What would you like to say to the Miskolc people? Well, I hope that a lot of people are going to come to see the show on Saturday, because it's going to be such a special event, and I really wish to share it with all the people who love music, people like Epica, who like classical music, everybody should come. It's going to be great. Remélem, hogy sokan fognak jönni a koncertre, mindenki, aki szereti az orkesztrát, a klasszikus zenét, szívesen jöjjön. Úgy ismerjék meg az Epicát is, nagyon szívesen várunk benneteket. I heard that a lot of Epican crusaders are going to cruise down here to come and see us. Yeah, this is a little bit a milestone in our career because, yeah, 50% of Epica is classical music. And so far we never really did it in such a big formation, so it's going to be something really emotional, I think, and especially for the Epica fans who know the album, who know all the songs, it's going to be also very special for them because they see how the music should be. And you know, when we are touring, we cannot take a whole orchestra and choir with us. We would like to do that, but that's why we're going to do it now. Az elvárások az itteni mostani koncertnek elég magasok, sokan jönnek külföldről erre a koncertre, és tudják, hogy mit kéne elvárni erre a koncertről. Reméli, hogy a jó koncertet fog adni.